Ніколи за вами прийдуть? Так, это Nem jellemző a Covid, most is akiket szűrtünk, azokat inkább csak a biztonság kedvéért teszteltük. Most várunk az eredményeikre, ugye négy tesztet készítettünk. Alapvetően azokat szoktuk szűrni, akik valamilyen felső légúti panasszal jelentkeznek, torokfájás, láz, esetleg köhögés, azoknak elvégezzük a tesztet, de jellemzően negatív szokott lenni. Jó, akkor lehet cserélni, és akkor jöhet a következő. Közvetlen úgy jönnek hozzánk, hogy egy 5-6 órát a határon nekik várniuk kell, tehát tényleg nagyon sok a meghűléses panasz alapvetően. Ugye a nyálkahártya meghűlésén rögtön ugye torokfájás, elsősorban sokan jönnek köhögve is. Kifejezetten vírusfertőzés, gyomorbérrendszeri vírusfertőzöttünk is volt a tegnapi nap folyamán, hányás hasmenéssel. De egyelőre nem drasztikus a szám, tehát abszolút uralható. Őket ellátjuk minden, amire szükségük van, kapnak élelmiszert, az rajtuk tartjuk a szemünket, hiszen Ukrajnában az egészségügy az nem olyan erős, mint Magyarországon, és egy csomó olyan betegség, ami nálunk szinte nincs is jelen, ott jelen van, tehát sokkal több TBC is van, vagy adott esetben fertőző betegek. Természetesen erre mind rákérdezünk, és hogyha bárminek jelét látjuk, hogy bárki bármilyen olyan betegséget hordozhat, esetleg ami veszélyt jelenthet másokra, vagy saját magára, rögtön egészségügyi ellátórendszerbe irányítjuk őket. Itt helyben is rendelkezünk elkülönítővel. Hála Istennek eddig körülbelül 2 hete üzemel ez a tábor nagy erővel, és semmi olyan betegség, amit tette fel a fejét, ami másokra is veszélyt jelenthetne. Дуже шкода полишати своє житло, тому що це вже вдруге. У 2014-му я покинула своє житло у Донецьку і переїхала до Слов'янська. Ну, справді, ситуація з пандемією відійшла на друге місце станом на сьогоднішній день, але я їхала у масці. Куда вы едете? Будапешт. За вами кто-то приезжает? Нет.